Azoknak, akik Tolna központjában járnak, szinte lehetetlen, hogy elkerülje a figyelmüket, a Szent Háromság szobor látványos átalakulása. A felújítást néhány hónapja kezdték el a restaurátorok, a munkálatok jó ütemben haladnak, így akár már az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Örömteli hírről tudok beszámolni, folyamatosan dolgoznak, hála Isten az időjárás is ezt lehetővé tette. A restaurátor elmondása szerint körülbelül 70%-os a szobor felújítása, és most már, amint látható, az állványokat is elbontották, kosaras autóból fognak dolgozni, jövő héten minden bizonnyal el fogják vinni a kerítést, és kijavítják, átfesték, már nem a restaurátorok, hanem egy vállalkozó, aki vállalta ennek a rendbehozatalát, úgyhogy nagyon jól állunk. A felújításhoz összesen 15 millió forintra van szükség, ennek 80%-a már összegyűlt, és több jótékonysági koncertet is szerveztek a városban annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges összeg. Volt egy jótékonysági hangversenyünk, augusztus 25-én a Tolnai templomban egy orgona hangverseny 130 ezer forint bevétellel. Ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni az adományokat, de nem rejtem véka alá, szükségünk van még további adományokra, hogy várjuk, akik szeretnének adakozni, azok kérem, hogy tegyék meg az alapítványnak, a takarékszövetkezetnél vezetett számlájára lehet befizetni vagy utalni. Körülbelül 2 millió 800 ezer forint az, ami még hiányzik, de hát reménykedem abban, illetve megalapozottan reménykedem abban, hogy rendelkezésünkre fog állni ez az összeg, amire elkészül a szobor. Az ajánlat 15 millió forint, amit majd a végszámlában kell kifizetnünk, és nagyon reménykedem abban, illetve a vállalkozó elmondása szerint a határidő előtt is, ha az időjárás engedi, folyamatosan dolgozni tudnak, akkor szeptember végére, október elejére elkészül a 200 éves szobor, és újra régi pompájában fogja díszíteni városunk főterét. Ez az évforduló, ez a 200 éves évforduló, és általában minden évforduló különös, úgy gondolom, különös jelentőséggel bír, ugyanis bennünket, ma élő utódakat arra hív fel, arra szólít fel, hogy emlékezzünk. Erre az emlékezésre lesz majd lehetőség azon az ünnepségen, amelyen a megyés püspökünk fogja megáldani a felújított szobrot. Erre várunk szeretettel majd minden tolnait. Értelemszerűen konkrét dátum még nincsen, de várhatóan október folyamán erre az ünnepségre is sor fog kerülni. Hamarosan össze fog ülni az alapítvány kuratóriuma, és azon az ünnepség részleteit fogjuk megtárgyalni. Úgyhogy optimista vagyok, bizakodó vagyok, remélem, hogy kész lesz a szobor. A 15 millió forint nagy része tehát már megvan, az idő azonban szorít, hiszen a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, pedig szeptember végéig kell összegyűjtenie az alapítványnak, hogy végül a Szentháromság szobor új pompájában ragyoghasson majd a város központjában. Aki szeretne, az még tud adakozni. Külön kiemelném most is az elszármazottakat. Az elmúlt időszakban, amik jöttek adományok az alapítványi számlára, azok mind az elszármazottaktól érkeznek, tehát az elszármazottak részéről különösen nagy érdeklődés kíséri a felújítást, úgy gondolom. Természetesen a tolnaiak részéről is, de az elszármazottak most jobban örülnek, talán így is lehet mondani a szobor felújításának.